Április 2-a az autizmus világnapja, amihez kapcsolódóan világszerte rendeznek jótékonysági figyelemfelhívó eseményeket. Szekszárdon mozgással támogatták a betegséggel élőket a Tolnamegyei Autistákért Egyesület által szervezett 5. esőmanók, esőmenők jótékonysági futáson és kerékpározáson. A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy felhívják a helyi lakosok figyelmét arra, hogy az autizmussal érintett emberek és családok itt élnek közöttünk, próbáljunk türelemmel és elfogadással közelíteni feléjük. A szervezőktől azt is megtudtuk, egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az idei évben már 5. alkalommal került megrendezésre. A legelső évben, ha jól emlékszek, ilyen 278 fő környékén jöttek el, ez a második évre már megduplázódott. Múlt évben több mint 650 nevezőnk volt, és az idei évben, ha jól tudom, az előbb szóltak a többiek, hogy kevés lesz a befutó érem, úgyhogy ismét 650 fő nevező felett vagyunk. Több távot, több formában tehettek meg a résztvevők. A legrövidebb 1 kilométeres családosan, babakocsival vagy gyerekekkel is teljesíthették, de a kicsik akár kis motorral is végigmehettek. A komolyabb sportolók, mozogni vágyók az 5 vagy a 11 kilométeres távok közül választhattak, utóbbit akár kerékpárral is lehetett teljesíteni. Szerintem nem muszáj futniuk, csak gyalogolni, gyorsan sétálni vagy kocogni is elég, de lehet látni, hogy vannak akik bicikliznek. Ez nem muszáj futni. A hangsúly a mozgáson, a közösségi élményen és a jótékonyságon volt. Személyes érintettség, jó sportolási lehetőség és nemes cél. Ezek voltak a fő motivációk, de volt, aki például gumicukorért szedte a lábait. Volt egy fogadásunk az edzővel, hogy ha megelőzünk, akkor mindenki hozzá egy zsák gumicukrot, ha meg ő előz be minket, akkor mi hozunk egyenként mindenkinek egyet. A futást évről évre kiegészítik kísérő rendezvények, idén fellépések, gyerekkoncertek, táncbemutatók, közös zenés bemelegítés, ingyenes játszóház és kitelepült víradás is színesítették a programot.